A magyar utazók körében mindig is nagy népszerűségnek örvendett Ragusa. Számos magyar író és utazó írt róla útirajzot vagy elbeszélést, például Jókai Mór három márványfej címmel regényt is szentelt a középkori város emlékének. Ragusa a 15. és a 16. században élte fénykorát. Sokcsevics Dénes, magyarországi horvát történész és egyetemi docens írása szerint a 15. században a városállamot Ragusai Köztársaság néven kezdik nevezni. Ebben az időszakban jelentős kereskedelmi flottával rendelkezett, amely elérte a Mediterráneum minden jelentős kikötőjét, de a ragusai hajósok eljutottak a Fekete-tengeri, portugál, sőt angliai kikötővárosokba is. A város jelentősen gazdagodott, és biztonságát a 15. század közepétől kezdve diplomáciai erőfeszítésekkel és hatalmas reneszánsz védőművek kiépítésével igyekezett garantálni. A város köré épült hatalmas, monumentális várfal pontosan 2 kilométer hosszú. Ezeket a köveket azóta megszámlálhatatlan láb taposta. Idegen vezetőnk, Birdács Olivia munkájából kifolyólag naponta többször is végig sétál rajtuk. Olyankor, amikor mondjuk szezon van, idegen vezetőként, hogy néz ki egy napja? Hát sokszor nagyon izgalmas, már az miatt, és nagyon szép, izgalmas az miatt, hogy például van, amikor több csoportom is van. És Dubrovnikba érkezni, ezt is biztos éreztétek, ugye? Parkolni a város közelébe, hát képzelhetitek, autóval alig lehet, hát nem beszélve egy autóbusszal. Úgyhogy egyszerűen mindig azon izgulunk, hogy jaj, hát ugye sikerül-e a következő csoport, amíg érkezik, addigra az előző csoporttal befejezni a sétát is. És ez főleg egy-két-három évvel ezelőtt ez így volt, amikor naponta sokszor 3-4 csoportot is vezettem. A várfalra is sokszor volt olyan, hogy 3-4 is felmentem, és a felét végig jártam, és a következő csoport, mert senki nem akar, nagyon sokan, nem hogy senki, de nagyon sokan az idegen vezetőkkel ide vezették, végig sétáltatták a városon a csoportot, de az Olivia menjen fel. Én meg úgy örülök akkor úgy, hogy felmentem. És a városvezetőség most már próbálkozik valahogy ugye rendezni ezt, hogy ne rengeteg vendég legyen, mert voltak olyan napok, amikor a krúzerokról olyan 12 000 vendég is volt a nap folyamán, és általában a délelőtti órákban, és akkor ez egy rettenetes ilyen izgalom volt, ugye, már egyáltalán a városon is végig menni, ezt is éreztétek, ugye mindig a forgatás miatt is, ugye alig lehet előre törni a vendégek között, a mai napokban is. És úgy, hogy valamennyire próbálták így igazítani, hogy ugye a 4000-től maximum 5000-nél több vendég ne legyen a városban. Mi a helyzet ma Dubrovnikban? Mennyi magyar van? Mit lehet az itteni magyarokról elmondani? Hát sajnos azt mondhatom, hogy nem nagyon reményt keltők az adatok. Elsősorban is visszatekintve a pár évre, az múltba is, ugyanis nem sikerült, próbálkoztunk 2000-es évek elején, próbálkoztunk egy ilyen magyar közösséget alakítani ki. Többen felkértek bennünket ilyesmire, de senki közülünk nem akart ilyesmire vállalkozni. A család ugye már az unokák és a vejem is ugye, mint horvátok, és körülbelül így van a többi itteni magyarokkal kapcsolatban is. Nagyon keveset ismerek közülük, hallottam arról is, hogy páran, akik magyar lányok ide mentek a szomszédságba férjhez, van olyan is, hogy egy család teljesen ide telepedett le, mert ugye Dubrovnik és környéke is, ahol én élek is, ugye azon a részen is nagyon sokan saját nyaralókat vettek meg, vagy nyaralóik lehetőséget adnak a turistáknak, akik ide érkeznek. És úgyhogy, ha így rátekintek, még nem tudom a népszámlálás végleges számait, hogy mennyi, de olyan érzésem van, hogy mind jobban, szóval kihal ez a magyar nyelv itt Dubrovnik és környékén is. Ragusát a nemzetközi diplomáciában egy törökökkel folytatott tárgyalás során 1441-ben nevezik először köztársaságnak.
A török előrenyomulása miatt Dubrovnik 1442-től rendszeres évi ajándékkal vásárolta meg magának a szultáni jó indulatát, és persze a kereskedési jogot az Oszmán Birodalom területén. Azonban Hunyadi János török feletti sikereit látván a köztársaság 1446-ban megszüntette az ajándék küldését a szultáni udvarba. A városállam 5. László uralkodása idején követeket küldött a Magyar Országgyűlésbe, festett címert és zászlót kért a királytól, aki egyébként maga is használta Ragusa kapcsán a köztársaság elnevezést. A helyzet azonban rosszabbra fordult, az oszmán előrenyomulás folytatódott, ezért 1458-tól kezdve Ragusa kénytelen volt ismét adót fizetni a szultánnak, még akkor is, hogy a magyar király tartotta urának. Mátyás király élénk kapcsolatot ápolt a ragusai köztársasággal, amely pénzzel segítette a magyar király törökellenes védelmi tevékenységét, titokban pénzelte például 1465-ben Mátyás keresztes hadjáratát is, a korona harmadik Frigyestől való kiváltására pedig adományokat gyűjtöttek a ragusai polgárok. Ragusa az 500 dukátos rendszeres évi adót megküldte a magyar királynak, vagy átadta követének még második Ulászló idejében is, aki 1493-ban cserébe megerősítette a város kiváltságait. Egyébként a ragusai levéltárban őrzött oklevelek tanúsága szerint megtette ezt Mátyás király is. A köztársaság csak a Mohácsi csata után 1527-ben ismerte el ismét az oszmán uralkodó főségét. A visegrádi szerződést szeretném bemutatni, magammal hoztam egy ilyen példányt róla, úgyhogy láthassuk rajta, ugyanis 1358, ugye a zadári békeszerződés éve és a visegrádi szerződés éve is a magyar királyokkal, a ragusai kommuna, amíg magát a Dubrovnik kommunának nevezi abban az időben, elismeri a magyar királyok fennhatalmát, különben Ludwig király ideje, ez Lodovico il Grande ideje, ugye? És így módon ez a dubrovniki illetve ragusai, akkor még kommuna területe, későbbi, már a szerződés utáni időben, amikor már Ragusa hamarosan köztársaságnak nevezi magát, tehát ezek a területek szintén a dalmáciai területbe folyódnak bele, és ugye a magyar-horvát-horvát-magyar királyság területei. A dubrovniki köztársaság zászlaja a fehér alapon a Szent Balázs. És ilyen módon kereskedtek, mentek ezzel a zászlóval, és említsem a magyar királyok idejét, amikor elismerik, különben a Mohácsi vész utáni időkig, 1526-ig, elismerik a magyar királyok fennhatalmát, fizetik az 500 aranydukátot. Sokszor a dubrovniki hajókon is, és ez a festményeken látható, az abban az időben készült festményeken, sőt, még a későbbi, az osztrák-magyar monarchia idején készült hajókról készült, kereskedelmi hajókról készült festményeken is, mert akkor is még a magyar királyi zászlóval lobogtatva mentek ezek a hajók, és a dubrovniki kereskedők hajóin látható a magyar zászló, és mindig mellette a Szent Balázs zászló is, mert ugye így módon nyugodtan kereskedtek. Valami 50-60 diplomáciai ilyen pontjaik voltak, diplomatáik voltak az Európa különböző országaiban, és végig a tengerpartokon is, ahova hajóikkal érkeztek, vagy ahova ugye karavánutakkal érkeztek. Úgyhogy nagyon sokszor és nagyon ügyesen sikerült a szabadságukhoz jutni, és így mondjuk, hogy sokszor az ügyes diplomáciával a nagyhatalmak között ugye mindig bemérni, hogyan, mennyit mondani vagy nem mondani valamiből, és ugye kereskedve, és ha nem, akkor még pénzzel is besegítettek ebbe. Így a magyar királyoknak ugye fizetik az 500 aranydukátot évről évre. A törököknek, akiknek fizetik már akkor is, amikor még nem is voltak a közelben, ugye említettük, hogy ugye
nagyon jó kereskedelmi viszonyban voltak a törökökkel az előző időben is, mikor még nem is voltak a törökök itt, és utána egész idő alatt, mikor itt vannak a háttérben ugye, a törökök elejében 5000 aranydukátot fizetnek, majd később 12000 aranydukátot fizetnek a törököknek. És az a katasztrofális földrengés utáni időben, tehát 1667 után, amikor próbálkoznak, ugye kevesebb összeggel, mert egy nagyon nehéz helyzetbe jutott ugye a Dubrovnik, amikor a város majdnem romba volt, ugye, az egész város, és 3 évenként, még az idő után is, 3 évenként ugye fizetik az 12500 dukátot a dubrovnikiak. És a Szent Lőrinc erődítmény bejárati kapuján van felírva a Dubrovniki köztársaság örökös mottója. A kapunak a belső részén, úgyhogy a védőknek mindig a szemükben legyen ez a felirat, aranybetűkkel volt felírva, hogy a szabadságodat, a világ összaranyáért sem adhatod el. A magyar királyok soha nem avatkoztak bele a Dubrovnik se külse belügyébe, tehát Dubrovnik élvezhette szabadságát, és mint említettem is, a kereskedelem és a különböző szép közös munkálkodások is folyamatban voltak egészen hosszú századokon át a két állam között. Mögöttem most ugye láthatjuk, ugye rátekintünk itt, a Sponza palota látható, a Sponza palota, amely a Ván palotája volt, és a különböző kereskedelmi ügyeknek a palotája volt. Ugyanis ezen a kapun, ahol bejöttünk, ezen a kapun át ugye érkeztek a kereskedők a városba, és ugye itt fizették be az adókat. A mai napokban pedig a Sponza palota az archívumot foglalja magába. A visegrádi szerződés is a valódi ott díszeleg és ott tűrizik. És hát ugye a palota, ugye a Ván palotája, különböző kereskedelmi ügyek palotája, úgyhogy pénzverde is volt, Dubrovniknak saját pénze is volt, Szent Balázs figurájával bemutatva, aranydukátok nem voltak, de ezüst és bronz értékek voltak, de ebbe a palotában nagyon sok különböző elismert, és ezek között beszélve ugye a magyar királyi pénz, aranypénzekről is, dukátokról megfordultak itt a palotán belül, mert ahogy érkezve ide a kereskedők, és innen is a kereskedők, akik ugye a további földekre, távoli földekre érkeztek, mindezek az értékek ugye itten cserélődtek, forgalomba voltak a városon belül. És hát ugye látható, tekintsünk oda a főbejárati kapujára a címer, a Dubrovniki Köztársaság címere. És ez nekünk ugye nagyon ismert, fehér mászban a 4 piros sík, ugye az Árpád-sávos címer. És a visegrádi szerződés alapján még egy ilyent is elismernek a dubrovnikiak, hogy ugye így említik, hogy évente 500 aranydukátot fognak fizetni ennek a nagy hatalomnak, egy nagy hatalom, ugye a Magyar Királyság abban az időben a védettségéért, ugye 500 aranydukátot, és az mellett még, hogy évente háromszor, minden évben háromszor a magyar zászlót az oltárra emelik, ahol meglengetik. Van egy ilyen izvijánye, horvát nyelven, ahogy Dubrovnikban mondják, izvijánye bárjáka, érthető, ugye? És ez ilyen így módon, hogy meglengetik a magyar zászlót háromszor ilyen nagy ünnepélyek alkalmával, ugye, itt Dubrovnikban. Egész biztos, amikor Dubrovnik is ugye nagyon jó kereskedelmi viszonyban volt, ugye a Balkán vidékekkel is, és tovább fel a többi európai vidékekkel is, nem beszélve ugye Magyarországról is, akikkel nagyon jó kereskedelmi viszonyban volt, még amikor a törökök is ott voltak, abban az időben is, és az utána való időben is, mert a törökök nyugodtan hagyták a dubrovniki kereskedőket, és azt is említsem, hogy ugye a kereskedők
a dubrovniki nemesek is kereskedelemmel foglalkoztak. Tehát ezek a karavánok, amelyek fel voltak fegyverkezve, ugye úgy indultak a távoli karavánutakkal végig Európán át, ugye, és hát nagyon sokszor említve a magyar föld, ahol ugye Magyarországon, ahol ugye a királyi udvaron is, főleg Mátyás király idején. Például említve van a neves Pászkoje Milicevics, Pasquale de Michelis, így nevezik valahogy a magyar történelemben. Ugye a királyi udvaron van fenn Budán, ugye Mátyás király idején, vagy az ilyen kódex díszítők is, akkor mind diplomaták is, és a dubrovniki diplomaták is oda érkeznek, ide is Dubrovnikba ugye érkeznek ez idő alatt, ezeket is említhetjük, és aztán később mondható, hogy az osztrák-magyar monarchia idején is sokan említve vannak, több számban olyan értelemben, hogy érkeznek ezekre a tájakra. A Dubrovnikban már ugye, és ez az osztrák-magyar monarchia ideje, 1901-ben már érkezik a vasút, a keskeny vágányú vasút, tehát az osztrák-magyar monarchia ideje, akkor ugye a gruzsi kikötőbe, ott van ugye a végállomása a vasútnak, és itt ereszkedik le ezeken a csúcsokon, itt Dubrovnik mögött, a Szrcsegység mögött, és a gruzsi kikötő mellett, az Ombla folyó mellett a gruzsi kikötőbe érkezik a keskeny vágányú vasút, de ez csak egy gyönyörű emlék, én nekem is egy gyönyörű és letűnt emlék, mert hogy sajnos ugye 1975-ben leszerelik a keskeny vágányú vasutat, ugyanis azzal érkeztem 69-ben Dubrovnikba, Csapináig a széles vágányúval, amely szintén az osztrák-magyar monarchia idején épül ki, és onnan a keskeny vágányúval. És hát ugye a villamos is, ugye, hogy említsem, ugyanis 1910-ben épül ki, tehát az osztrák-magyar monarchia idején a villamos, amely ugye a sárga villamos, amely ott fut végig ugye a grúzsi kikötőtől egészen a Pilekapu elé, és ugye később aztán a Lápát-félszigetet is körül-körül sétálgatja, és érkezik a Pilekapu elé, vagy pedig a grúzsi kikötőhöz, ugyanoda, ahova a vonat érkezett be. Ez is egy nagyon szép és nagyon rövid emlék, ugyanis ezt már 1970-ben, tehát egy év után, alig egy éve voltam már Dubrovnikba, amikor a vasúttal, keskeny vágányú vasúttal érkeztem Dubrovnikba, és akkor onnan a villamossal ugye a Pilekapu elé, és beleszerettem a városba, hogy beléptem a városba. Tehát a villamost az pedig 70 tavasz a nyara időben, amikor egy nagyon eléggé, hát mondhatjuk, egy tragikus dolog történt, ugyanis nem tudott befékezni a villamos, ahogy azon a lejtős részen a Grand Hotel Imperial erőt, amely szintén az osztrák-magyar monarchia idején épül, az különben 1893-ban épül ki, amikor villanyáramot is kap ugye a város. És egy ilyen nagyon szép szecessziós, osztrák-magyar szecessziós stílusban épül ki a Grand Hotel, az Imperial. Tehát ott nem tudott befékezni, és oda a Pilekapu alatti sáncrészbe, tehát oda zuhant be, és hát szerencsére nem annyira tragikus volt, de akkor feljött az a gondolat, hogy ugye le kell szerelni ezt a villamost. És hát ugye visszasírják a dubrovnikiak is, én is ugye, de hát ma már ilyen módon nem lehet a Pilekapu elé érkezni, láttátok és látni fogjátok még, hogy milyen tömeg van ott előtte. Dubrovnik főutcája mindössze 300 méter hosszú, és ha végigmegyünk rajta, az utca végén megtaláljuk a Szűz Mária mennybe menetele katedrálist. A helyiek egyszerűen csak katedrálisnak nevezik. Ez a város legnagyobb temploma, melyhez több legenda is fűződik.
A templom kincstárát, melyben felbecsülhetetlen értékeket őriznek, csak 3 különböző kulcs egyidejű használatával lehetett kinyitni. Az egyik a rektornál, a másik a püspöknél, a harmadik pedig a köztársaság titkáránál volt. Valamikor is, és a mai napokban is a kincstárat 3 kulccsal zárták be, 3 különböző egyénnél volt a 3 kulcs, úgyhogy amikor összejött a 3 kulcs, csak így lehetett ezekhez a nagy értékekhez jutni. És a dubrovniki székesegyház kincstárában több mint 180 nagyértékű erekét őriznek, és mi megtudtuk, ugye, hogy Dubrovnikban őrizik Szent István, az első magyar király állkapocs csontját. Időközben még azt is megtudtuk, hogy Szent László lábcsontját is itt őrizik Dubrovnikban, és ez miatt ugye belátogattunk a kincstárba, amelyet a dubrovniki kusztasz megmutatott nekünk, az állkapocs csontot, ugye még ki is emelte, ugye az erekjetartót, és hát mondhatjuk, hogy a dubrovnikiak, amint tudják, mindezek a legendák, amelyekről olvashatunk, mindez lehetséges, hogy mi módon kerülnek a nagyértékű erekjék Dubrovnikba, ugyanis hosszú ideje már, hogy Dubrovnikban őrizik a Szent István fejkoponyáját, hosszú ideje Szent Jobbját is itt őrizték, ezek a nagyértékű erekék mellett, és Szent László a jobb karcsontját is a ferenceseknél is őrizik. És hát ugye megtudtuk, hogy különböző legendás módon kerülnek ide, történészek is beszéltek, írtak sokat ezekről, egyesek szerint, hogy a 14. század közepén, hogy 4. Béla, amikor ugye érkezik Splitbe, ugye menekülve, illetve a Kliszvárába, hogy magával hozza nagy értékeket, de hát ez nem lehetséges, ő abban az időben nem érkezik ide, és a dubrovniki akkor még ragúzai kommuna nem volt része az akkori horvát-magyar-magyar-horvát personális uniónak. Akkor egyes adatok szerint, ami eléggé elhihető is lehet, ugyanis sokszor a gazdag kereskedők, akkor a gazdag urak, királyok is ajándékozták ugye valakinek, akinek a hatalma, aki a hatalmukat elismeri, és így mondjuk ugye a visegrádi szerződés után is, 1528 után is lehetséges, hogy így módon kerülnek ide a nagyértékű erekjék, vagy valamelyik közülük ugye ebben az időben. És egy pár adat, ami a legelhihetőbb, és ezt a Domonkos barátok, igen neves tudós, kutatója, Sztyepán Krászics, aki erről sokat írt, úgy említi, hogy mindenképpen ugye a mohácsi vész utáni időkben kerülnek ide az erekék, tehát 1526 után, és hát ugye eléggé elhihető, utána már veszélybe van ugye az egész magyar terület, hamarosan a törökök már ugye Budára is érkeznek, és ugye a további útjukon ugye egészen a Duna menti Székesfehérvárba is ugye, és Visegrádra is ugye kerülnek. Tehát lehetséges egy ilyen módon is, hogy ugye érkezik, és hát most egyesek szerint, hogy szerzetesek, akik menekültek, ugye, és hozták a nagyérték, menekítették tulajdonképpen a nagyértékű erekéket, tehát hozták magukkal ide le, Dubrovnikba, Ragúzába, mind a két néven említem, és hát ugye, mert ugye egy biztos helyre, ugyanis Ragúzát a törökök soha nem támadták. Akkor más iratok szerint, hogy mondhatjuk, hogy talán lehetséges, hogy legenda is, hogy a török kézbe találják meg a dubrovniki kereskedők. Ugyanis a dubrovnikiak, még amikor a törökök már fenn voltak ugye Magyarországon is, a törökökkel is nagyon jó kereskedelmi viszonyban voltak, és már az előző időkben is, amikor még a törökök nem is voltak itt. És úgy egyes iratok szerint, hogy Budán, az várban,
amikor már a törökök ott vannak, török kézből veszik meg a dubrovniki kereskedők, egy másik irat szerint pedig, hogy már Nándorfehérvárnál, ugye Beográdnál, amikor már ott és török kézből ott találnak rá a dubrovniki kereskedők, így van említve, és bizonyos módon, különben akár tengeri úton tovább kereskedve ugye mentek, vagy akár a szárazföldi úton át végig, ugye Bosznia-Hercegovinán át, ugye nyugodtan kereskedtek a dubrovniki kereskedők, tehát egy biztos területen áthozhatták ide, akár a kereskedőkről van, akár a szerzetesekről van szó, ugye így kerülnek ide a nagyértékű erekjék. A magyar szent erekjék bizonyítják, hogy Raguza történelme szorosan kötődik a magyar szent koronához. Szent István és Szent László erekje is található ebben a kincstárban. Itt van például az arany állkapocsba helyezett Szent István zápfog, egy kis lábszárat mintázó erekje tartóban pedig Szent László lábszárcsontjának egy darabkája bújik meg. De a város más épületeiben, például a kolostoraiban is őriznek magyar erekjéket. Ezekkel sorozatunk harmadik részében találkozunk.